Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Kijön a Kun csapat, a Kun társaság. Hát azt hozzá kell tennem, hogy ennyi ember előtt még soha nem beszéltem. Az igazság miatt teszem hozzá, úgyhogy bármi olyan dolog van, amit úgy mondok, akkor nézzék el nekem. Nem, nincs olyan nagy rutinom, mint sokanak. Lényeg, hogy én Szűcs Sándor vagyok, én Szolnokon születtem, édesapám karcagi származású, Kun fiatalember. Talán így magamból ennyi előm is lesz, amivel köthető vagyok a kunsághoz, a kunokhoz, mint nagykunsági fiú, vagy kunfi. Hát kezdjem inkább a hajviselettel, mert ezt elég sokan félre szokták érteni ugye 2020 környékén, de már ezt még 1900-ban is félreértették. Hát ezt mondjam úgy, hogy a tengrizmusnak köszönhetően, mikor megjelentek itt, mondják sokan, hogy 1240, van itt ugye 900, van itt ugye 1100, van itt mindenfajta szám, mindenfajta dátum, de hát tudjuk nagyon jól, hogy ősi jusson visszatértek az őseink, és mint tengrizmus volt a fő vallás, ugye hát ez is volt úgymond ha mondhatnám így, hogy veszte a hitünknek, mert hát ugye a kereszténység ezt nem tűrte, nem engedhette meg, hogy Európában holmi tengristák itt gyülekezzenek, főleg nem, hogy országot, vagy éppen egy hatalmas nagy területet elfoglaljanak ő gondolatukban. Úgyhogy ez egy ünnepi viselet, ha mondhatom így, mert öt varkocsom van, ha mondhatom így, ezzel a szóval. Egyébként egyben kellene fonni, ugye hátra. Erre mondták ugye, hogy megbontsák az egységet, annak idején azt mondták ránk, hogy tökfejű. Ugye ennek köszönhető ez a szó. Ugye hát mondhatjuk így, hogy a kunoknak köszönhetjük ezt is, vagy ezt. És én úgy gondolom, hogy én, mint inkább szellemi ember, nem úgy, mint kedves Kun barátaim, testvéreim, harcos társaim, Szabjával, Fokossal akár és Buzogánnyal a kezükben, én inkább a másik oldalt képviselem, ha mondhatom így, mint őseink idejében. Mert hát ugye volt szellemi és katonai vezetőség, ha mondhatom így ezzel a szóval. Hát így röviden ennyit akarnék a tengrizmusról, és így az elejéről, az időknek elejéről itt a Kárpát-medencében. Bár visszamehetnék még messzebb, mert most már a DNS vizsgálatoknak is köszönhetően itt a halmokban, akik emberek nyugszanak, ugyanazzal a hablocsoportokkal rendel. Ugye színes ez a tábor is, nem véletlenül, mert ez egy nagy szkíta birodalomnak egy szeglete volt, ahol, ha tudják az emberek, hanem itt 40 ezer halom volt Magyarország Kárpát-medence területén. Hál' a jó Istennek nagyon sok van a dombokon, hegyeken, amiket a mai ember és a régi ember sem ismert föl, és úgy gondolták, hogy az ott csak egy egyszerű kis dombocska, akár a hegy, vagy bármi más tetején. Úgyhogy visszakanyarodva, már 3-4-5 ezer éve is itt voltak ezek az emberek. Úgyhogy a DNS vizsgálatnak köszönhetően ezt is látja az új tudomány. Természetesen a Magyar Tudományos Akadémiának semmi más része vagy szerepe nincsen, csak hogy minél több tudósunk elmenjen Magyarországról és Amerikába, Svájcba és Németországba, bejegyeztessék a jobbnál jobb, hatalmas nagy tudományos vagy tudományunkat és találmányukat.
Hát ebben nem megyek inkább bele, szerintem ennyi is elég volt, hogy ezt így említettem, mert az MTH szerint elég, ha csak árpádozunk és a történelemmel foglalkozunk, de igazából nem ez a kérdés főleg, hanem inkább a találmányok. Ezek majd 100-200 év múlva fognak visszaköszönni, hát jól vagy rosszul, ezt majd meglátjuk. Vagyis hát a jövő nemzedékei meglátják. Nagy vonalakban így az ősi úgymond halmok, temetkezési halmokat is megemlítve, tovább lépve is azt gondolom, hogy tudni kell azt, hogy én ezelőtt 10 évvel, mikor láttam az internetnek köszönhetően, ugye megnyílt mindenki számára, úgy gondolom, az internet világa, és nyitott könyv lett úgymond a világ is, még akár egy kis házikóból nézve is. Nem kell beutazni a világot azért. És ott látható, hogy írták, hogy már kunok nincsenek. Hát én nem tudom, azt gondoltam erre, hogy hát mondom, akkor itt helyrehajnál, akkor itt valamit kezdeni kell, mert ha nem lépünk, még a végén tényleg azt hiszik, nem voltak itt kunok. Úgyhogy hát itt vagyunk, annyira itt vagyunk, hogy 1880-ban a Codex Cunanicust kiadta Kun Géza, gróf Kun Géza, és ennek köszönhetően nagyon sok kunszavunk megvan. Hozzá kell tennem kb. 2000 szó, ami rendelkezésünkre áll. Ennek a könyvnek a fordítását éppen most készítem, és latin a könyv, latin és kun nyelvet használ. Most szerencsénk lesz magyar és még angol nyelven, mert hát ugye a világnyelvek egyik fő táborába tartozik az angol, és úgy gondolom, hogy ha már nem más, akkor így már csak megtudja a világ is, mert azt gondolták, majd a magyarok nem fogják megtudni, hogy vannak még kunok, de hát úgy gondolom, inkább a világ tudja meg, ne csak a magyar emberek, hogy hát csak vannak még kunok. És nem csak olyanok, amiket hallunk innen, onnan, hogy ja, hát persze, azt gondolja ő kun. Hát, színes ez a tábor, mint amilyen régen is volt. És úgy gondolom, majd ezzel a könyvvel talán sikeres lesz. Talán lesz lehetősége a fiatal generációknak, érdekelni fogja őket. Hát, hogyha ez a halott nyelv valamilyen szinten feléle, és fiatal emberek majd használják, lehet, hogy majd csak 10 év, egy-néhány év múlva lesz ennek majd hozadalma, de bízunk benne, mert ezzel is csak színesebb Magyarország és maga a magyar kultúra is. Úgyhogy majd bízom benne, hogy önök is meg fogják látni ezt a könyvet. Én, mint a Tiszának másik oldaláról érkeztem, ugye ezt tudnia kell majd, akik a felvételt nézik, hogy ez Tisza püspökibe van, ugye ez a csodálatos kis étterem és egyben közösségi helyünk, ha mondhatom most ebben a pillanatban, mint évekkel ezelőtt is. Kicsit össze vagyok kavarodva, elnézést, mert én nem készültem, nem egy olyan ember vagyok, aki úgy maga elé teszi gondolat papírra fektetve, és akkor itt felolvasom, úgy gondoltam, hogy így spontán talán így szívből jobban kijön belőlem, aminek ki kell jönnie. És elnézést, hogyha egy kicsit ide-oda csapongok, de úgy gondolom, hogy a lényeget átadom. Egyébként a kuruc szó az csupán annyit jelentett a régi világban, amiben a kis bőrtarsony, amiben kaptuk a zsoldot. Ennek volt a neve kuruc, curuc C-vel írva, de ugye C-t azt legtöbbször K-val is ejtették, úgyhogy kuruc lett belőle. Ez most csak egy érdekességképpen mondtam, hogy majd meglátják, nagyon sok szó van, amit ma is beszélünk, és azt gondoljuk, hogy ez magyar szó, és nem magyar szó, hanem kun szó, amit még mondom 1880-ban írt le Kun Géza, köszönhetően a Codex Cunanicusnak, amit még 1200-es években ugye az olasz kereskedők készítettek Ukrajna területén, mai Ukrajna területén. Jó, tehát kicsit csapongva ide-oda, a lényeg az, itt vannak a kunok, és
Én Szolnokról érkezve, ugye már említettem, hogy tiszapüspöki, a Tiszának túloldaláról, Szolnokról érkeztem, ott születtem, és én csak annyit szeretnék elmondani, hogy Besenyszög és Szolnok között lesz egy Kun szabad tábor, aminek jelenleg is abban vagyunk, hogy ez elkészüljön. A terület már megvan. Hát sajnos most is éppen szakad az eső, már nem itt, hanem a napokban is, úgyhogy nem volt szerencsém még egy kapavágás sem, ha mondhatom így tenni, de időben készen lesz. Ez csak azért mondom, mert ez egy inkább egy szellemi központ lesz a Kunoknak, viszont lesz itt másoknak köszönhetően Turkevén is, és jelenleg is Törökszent Miklóson is van, de erről majd Táborosi Péter fog többet beszélni. Én csak annyi az észerepem még, hogy ezt elmondjam, hogy itt a Besenyszög és Szolnok között majd mindenkit várunk nagy szeretettel, lesz egy ilyen kisebb emlékpark, úgymond, és tudunk abban, hogy mint szabad táborként bármikor bárki arra jár, és úgy gondolja, hogy meg akar állni, akár jurtával, akár sátorral, ki hogy érzi, egy fél napra is akár, és szívesen látunk mindenkit majd, aki úgy gondolja, hogy a Kunok között szeretne jól érezni magát akár egy kis időre is. De természetesen a táborba is várjuk nagyon szívesen, ha maradni akarna akár az idő végezetéig is. Úgyhogy ezután inkább átadnám a szót barátomnak, az oroszlánunknak, mert ha mondhatom így, ő engem megfelhívott 3 évvel ezelőtt a Facebooknak köszönhetően, ugye különböző oldalakat üzemeltetek, mint a Hungarian Commons, CIT, angol non-profit szervezet, ez Angliában bejegyzett Kunok tábora, ha mondhatom így, és felhívta az egyik ilyen oldalt, és róla volt írva a telefonszámom, és felhívott, és azt mondja, hogy jó napot, azt mondja, kivel beszélek, hát itt látom ilyen Kun dologban, itt látom ezt, na mondom, végre vannak még oroszlánok. És az ő volt az, aki, ha mondhatom így, és érdekes módjára mégis ismertem munkásságát, ő már nagyon régóta hagyományőrző, és kimondottan természetesen Kun hagyományőrzéssel foglalkozik, és élteti a mondhatóanyagot. Úgyhogy többet nem beszélek, mert most már valószínűleg így is sokat mondtam, meg ide-oda csapongva. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eddig is meghallgattam.